A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és ebben a sorozatban napról napra ide várjuk a képviselőtestület tagjait. Stúdiónk mai vendége Juhász László. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket én is. Ugye az elmúlt időszakról azért azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy nyilván az önkormányzati munkára is rányomta a bélyegét, akár a Covid, akár a Covid által okozott ugye gazdasági helyzet, aztán a háborús infláció, tehát mondhatjuk azt, hogy egy igazán kihívásokkal teli időszak a mostani időszak is talán. Hát mindenképpen, hiszen gyakorlatilag 2020 tavaszán robbant be ez a covidos történet, ami 21 tavaszán is tartogatott még ugye meglepetéseket, nem tudtuk még az év elején, hogy mi történik, sok volt a bizonytalanság, és erre 22. február 24-én rájött az ukrajnai háború, és ugye most 23 tavaszán vagyunk, és még mindig a háború hatásait érezzük, sőt az elmúlt hónapokat nézve, ha nem is kifejezetten a Fehérvárra gondolok most, de az országos inflációt tekintve ez most már köztudott, hogy ugye Magyarországon sajnos az egyik legmagasabb inflációs ráta volt az unión belül. Tehát azt gondolom, az elmúlt három év ez tényleg folyamatos kihívásokat tartogatott magába, és egy olyan évtizedeket zárt le valamilyen értem, mondhatnám, hogy zárt le, hiszen egy három éves fejezettem azt mondhatnánk, hogy most már restart, újraindulunk, hogy amikor viszonylag nyugalom volt, mindig kiszámítható volt az előző évre, a következő év, akár a gazdaságban viszonylag, akár a politikában, itt a költségvetésre értem, lehetett tudni, hogy akkor ez volt az év, a jövő évben körülbelül ez lesz, és nagy kilengések nem voltak évtizedekig. Ha nagyon durva akarok azt lenni, akkor azt mondom, hogy a második világháború óta nem voltak ilyen kilengések, és most jött három olyan év, két olyan kihívással, zárva bezárva én egy kicsit itt többet is gondolok a világ politikai mozgásokban, mint a Covid és az ukrajna háború, szerintem más is történik, eléggé csak ezekre a gender meg egyéb mozgalmakra gondolni, de ezt most nem keverjük annyira ide, hogy mindenképp észnék kellett lenni, és törekedni arra, hogy kicsit szűkebb pátriákában, szűkek hazánkban, itt Székesfehérváron, ami az önkormányzaton múlik, az a része, az biztonságban legyen a lakosság része. Gondolok itt elsősorban például, aki a távfűtéses lakásban lakik, akkor, hogy legyen fűtése, vagy bármelyik energetikai cég tekintetében, hogy legyen egyáltalán energia Fehérváron. Az elmúlt hónapokban, ugye itt még a tavaly évben ez is nagy kérdés volt, és ebből a sok-sok problémából, ami a Fehérvárnak a hatásköre, abból szinte nem is vettek észre a lakosság semmit. Tehát ez egy nagy siker szerintem. Mondhatjuk azt, hogy ettől függetlenül törekedtek arra, hogy a költségvetés pont ezt a fajta stabilitást erősítse? Mindenképp én szerintem a városvezetés polgármester úgy nyújtja be a költségvetést. Én saját magam részéről, ha három kritikus évről beszélünk, akkor mind a három évben támogattam a költségvetést, annak ellenére, hogy én nem tartozok ugye a kormánypárti frakcióhoz, nem a kormány, tehát a képviselők sorait erősítem, egy független civil szervezet részéről vagyok benne, de egyértelműen tudtam támogatni a költségvetést, hiszen én is azt gondolom, hogy a polgármester úr rendezőelve is ez volt, ezt többször ő is elmondta, és én magam is ezt tényleg ugyanilyen fontosnak tartottam, hogy a legfontosabb a biztonság, ahol lehet, akkor tartalékot képezzünk, és ugye az önkormányzatnak egyrészt ugye vannak a kötelező feladatai, itt ugye amit legismertebbek talán ugye az idősügyi ellátáshoz köthetően akár a bölcsődei hálózatot tekintve az oktatás, oktatás tekintetében is vannak az észre, a mi épületeinkben járnak a diákok, még hogy állami feladat is most az oktatásnak egy jelentős része. Igen, de a szociális területen nagyon sok kötelezettsége van, illetve hát ugye a közlekedést is azért biztosítani kell, ahogy mondtam, a közművek biztonságát is, hiszen több cég, ugye akár a Széphő, az 100%-os Fehérvári tulajdonban van, a Fehérvízben is ugye nagy része volt az önkormányzatnak, tehát ami az alapellátást biztosítja, egyre az áramban, az EON tekintetében, ugye ott nincsen önkormányzati tulajdon, sajnos, teszem hozzá, és...
És gyakorlatilag azt gondolom, ezek voltak az elsődleges feladatok, hogy a város működőképes legyen, azok a dolgozók, akik a város, amit, hogyha így kitágítom a kört, hogy nem csak a polgármesteri hivatal dolgozóira, hanem az önkormányzati cégek dolgozóira is, ez egy szolgáltatói iparokban, amiről az előbb beszéltünk, dolgozók, az több ezer főre tehető csak Székesfehérváron is, az ő fizetésük is meglegyen, az ő fizetésük megmaradjon. Tehát itt nagyon egyensúlyozni kellett ahhoz, és lehetőleg, amikor ugye voltak, amikor bele kellett vágni olyan területekben, ami megszokottan mentek, amiben viszont már nem kötelező feladatokhoz tartoztak, akár itt a kultúra és a sport egyéb területeken, ahol egy picit bele kellett vágni azokba a büdzsékbe. Ez mindenkinek fájdalmas, és senki nem örül ezeknek. De azt gondolom, itt is próbált az önkormányzat úgy lavírozni, hogy senki ne lehetetlenül jön el. Tehát nem azt mondta, hogy fűnyíről, na most akkor mindenkitől elveszünk, mindent befagyasztunk, hanem volt időszak, amikor be volt fagyasztva, és akkor szép lassan ki lett engedve. Én azt gondolom, hogy felelősség teljesen általában a szervezetek is ezt azért látták, ezt a helyzetet, hogy milyen világpolitikai események zajlanak. Nekik is ugye sokkal nehezebb volt az életük, és ezért nagyon nehéz az önkormányzatnak is, mert az önkormányzat sok esetben ad egy olyan mankót, egy erősítést egy civil szervezetnek, egy sportszervezetnek, egy kulturális szervezetnek, vagy intézménynek, hiszen itt beszéltünk a színházról és az egyéb kulturális társulatokról is, ami nélkül azok nem tudnak úgy abba minőségben működni, ahogy normál esetben működnének, és nagyon fontos az, hogy ezek a szervezetek vagy intézmények is ebben a helyzetben máshonnan is sokkal nehezebben tudnak forráshoz jutni. Akár állami, akár céges, akár szponzori, vagy akár ugye rendezvények bevételeiből által is. Úgyhogy nagyon nehéz dolga volt az önkormányzatnak, és azt gondolom, hogy biztos, hogy vannak vesztesek, én ezt nem mondom, egyértelmű, sajnos mindig ilyen helyzetben vannak vesztesek. Vannak, akik kevésbé voltak vesztesek, vannak, de ha az egész nagy kalapot és egész Székesfehérvárt érintve nézem, akkor azt gondolom, ezt az elmúlt 3 év sok bizonytalansággal telt 3 évet nagyon jól kezelte Székesfehérvár. Ön személy szerint, mint független képviselő, milyen területeket tart ez mellett prioritásnak? Mi az, amit fontosnak tart és a szívén visel? Hát ugye pont egy picit a vesztes területek, hogy így fogalmazzak, hiszen azért nagyjából akik ismernek, az a köztudott rólam, hogy az egyik legaktívabb sport és magyarsággal kapcsolatos kérdésekben levő képviselő vagyok, és ugye hát ezek, ami a magyarsággal kapcsolatos rendezvényeket illeti, vagy pont a kulturális rendezvényeket, akár amiben csak én belelátok személyesen, és ezért mondom, hogy talán joggal mondhatom azt, hogy látom a többi szervezetet és intézményt is, hogy azért a forrásokkal nehezebben jön, még mindig jött is, és jön is, mint mondjuk 2010-et megelőzően. Azt gondolom, hogy tényleg én fontosnak tartottam azt, hogy mindenképpen jussanak önkormányzati forráshoz, támogatáshoz, segítséghez, amennyire lehet, hiszen ha mindenhonnét akadályokba, falakba ütköznek, akkor lehet, hogy tönkre menne egy jó nemű intézmény, egy jó kezdeményezés, és ugyanez igaz volt a sport egyesületek tekintetében, és jó magam is szintén egy sportegyesületben is azért alapítóként tevékenykedem, és ott is láttam a gondokat, problémákat, hogy máshonnét például forrás nehezebben lehetett találni, illetve hát, hogy az energiahelyzetről beszélve, ugye mindegyiket, mind a sport és a kultúrát érinti az, hogy drágábbak lettek az energiák, a béleti díjak, ha valahol kellett, illetve minden itt is, tehát nem csak a magánéletünkben, ha bemegyünk az élelmiszerboltba, és veszünk egy tejfölt, hát vagy nyilván, kenyeret. Hát nyilván ugye ezeket az emelkedéseket tapasztalják, ugye a szervezetek, igen, is. És viszont a forrás oldalon meg a bővülés az elmaradt. Tehát nincs meg a forrás oldalon, a bevételi oldalon, hiszen az állami támogatások nagyon visszalettek vágva, mint mondtam, az önkormányzatinál gyakorlatilag esélytelen volt a növekedés, tehát az már örömteli, ha szintet tudtunk valahol tartani, és akkor pedig a magánszférából szintén borzasztóan nehéz volt ebbe a bizonytalan helyzetbe forráshoz jutni, és az még most sokkal könnyebb, bár a cégek esetében nagyon sokan ugye még viszonylag jól is jöttek ki a válságból, de azok inkább jellemzően a kisebb vállalkozások, a nagyobb vállalkozások, és nem a kis és közép vállalkozások. Mi az, amit még feladatként ellát az önkormányzatban? A hivatalos titulusom szerint, ugye, bár erről ismernek kevésbé, ugye a Városfejlesztési Tanácsnoki pozíciót töltöm be 2019 óta, ugye előtte a környezetvédelem, illetve a civil szektor tartozott hozzám. Polgármester úr felkérés alapján új feladatot kaptam, és ezen a területen mozgok. Azt gondolom, ez is egy nagyon érdekes helyzet most, ami előállt, hiszen pont a fejlesztések azok, amikbe
ami még nem indult el fejlesztés, ott átütemezni kellett, vagy késleltetni, vagy el sem indítani ugye, gyakorlatilag a fejlesztést, hiszen azok a pénzek voltak, amik viszonylag nagy értékű pénzek, akár egy útberuházásról beszélünk, vagy egy intézményfelújításról, és itt is sajnos sérültek elvek egyértelműen, hiszen van, akik XY intézmény várta évek óta már nagyon, hogy végre indul a felújítása, és akkor már várt rá 5 évet, 6 évet, 7 évet, és végre eljött a pillanat, hogy 20-ra vagy 21-re be volt tervezve, és az utolsó pillanatban le kellett húzni, hogy át kellett ütemezni, vagy később indul. Azt gondolom, itt is felelősségteljesen is jól járt az önkormányzat, és nagyon fontos, hogy mint látható, aki jár kell a városba, most is akár én ugye köztudottan nagyon sokat járok biciklivel szintén, hiszen sokan látnak azzal, hogy szinte a városban csak kerékpárra közlekedem. Ugye most, hogy idefele jön az ember, akár a Móri utat is mondhatnánk, hogy ott is ugye idén kész lesz a beruházás, vagy nemrégiben átadott déli elkerülő út esetében is, és mind a kettő esetében igaz, mind a déli elkerülnél, mind itt a Móri utnál, ugye biciklisávval is tovább bővül a történet. Ugye ezt is fontosnak tartom, hogy nem csinálunk olyan butaságot, hogy na akkor csináljuk, de akkor vágjuk le a bicikli sávot, mert 20% olcsóbb lesz a beruházás. De ha visszagondolunk, akkor ez egy kicsit összefügg a környezetvédelmi tanácsnoki pozícióval is, ugye? Teljesen tökéletes is. Igen, hát a közlekedési kultúránk az egy külön műsort megérne, de azt gondolom, hogy például a fejlesztések területén ez nagyon fontos, hogy ugye Fehérvárnak is kialakult az a szerkezete itt a világháború után, amiben nem tudsz mit csinálni, főleg a belvárosi régióban, tehát szűk utcák, kis budai folytatása, Várkrút, tehát mondhatnám, hogy nehéz tágítani, a parkoló helyzetről ne is beszéljünk, az egy különadás megérne, és azt gondolom, nagyon fontos, hogy kerékpárral, például a kerékpáros fejlesztések menjenek. Látszólag a Fehérvárnak úgy tűnik, hogy mintha ilyen ész nélkül történnek ezek a dolgok, hiszen egyik kerékpárút nem függ össze a másikkal. Logikus, hogy ebben úgy lehet belenyúlni, mint hogy most a Móri út, vagy a déli elkerült esetén, hogy amikor egy új utat ilyen mértékű beruházásba kell felújítanunk, akkor lehet mellé rendelni ezt a funkciót, és az a nagyon fontos, hogy arra kell törekednünk önkormányzati szinten, hogy a lehetőség szerint minél előbb kössük össze. Mondok is egy példát, ugye, hogyha a Székesfehérvár belvárosában, ugye a Palotai úton is meg fog valósulni az elválasztott kerékpársáv, ami most a járdán megy, ugye ki lehet menni egészen gyakorlatilag a Osenik, hát most ki kell mondanom, így ismeri mindenki jobban, végkerékpársáv vezet, onnét szépen ugye a déli elkerülő úton a 4 km kerékpársáv megszületett a Seregési útig, viszont itt van egy nagyon nagy probléma már rögtön, az én szememben legalábbis, hogy a Seregés úton ott aztán vége, mert még normális gyalogjárda sincsen, és ez a kétsávos út az viszont fullba van kamion és forgalommal. Na oda, aki átmegy, ott hogy megy tovább? És ugye a Mártirokig ott hiányzik egy kilométeres szakasz, mert utána már megint ugye a Budai út fele ki lehetne menni ugye a budapesti irányba is gyakorlatilag, és most ott hiányzik egy minimum 1 kilométer, ami biztonságos, tehát ez egy kicsit cifájdalom, hogy ez ki tudja, mikor fog elkészülni, de visszatérve azért, miért fontos ez? Ugye pont azért is fontos, hiszen ugye kevés a parkolója, kevés az út, amiről beszéltünk, és a környezetvédelem miatt is. Azt gondolom, hogy minél biztonságosabbak, és minél egybefüggőbben lehet kerékpározni Székesfehérváron, annál kevesebb autó lesz majd hosszú távon, nagyon-nagyon hosszú távon, de fejlesztés tekintetében nagyon szorosan együtt összefügg azzal is, hogy a jó tömegközlekedés legyen. Erről az őszinte véleményem egy szövetűvel kezdődne, és el lenne a vége, középen meg mindenki képzelje el, amit akar. Tehát de nem sipoljuk ki. Nem sipoljuk ki így akkor. És tehát én azt gondolom, hogy fel kéne most már tényleg majd az önkormányzatnak előbb-utóbb vállalni ezt a döntést, hogy ezt a szerkezetet, amiben már három, miért csak én képviselő vagyok 2006 óta, már 3-4 óriási hívű tömegközlekedési átalakítási tervünk volt, abból kétszer meg is szavaztuk, ha jól emlékszem, és kétszer vissza is vontuk a döntésünket, most már jó lenne, hogy ne csináljunk ilyet, most láthatóan óvatosabb is a városvezetés is, és csak pici kiigazításokat mertünk belerakni, meg ugye megint a költségvonzat itt is, itt van ebben a helyzetben, ez egyértelmű, szerintem okos dolog, hogy nagyobbat most nem nyúlunk bele, de én szeretném, hogyha egyszer az is normális legyen a Fehérvár tömegközlekedés, mert jelenleg szerintem messze van tökéletestől. Mondhatjuk azt, hogy akkor feladat van bőven. Akad rendesen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, természetesen folytatódik a Köztér Extra műsor sorozata itt a Fehérvár Televízióban, adásainkat pedig visszanézhetik YouTube csatornánkon. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.